Sziasztok! Első nagy témánk a dac lenne mára. Onnan is lehet tudni, hogy ez egy nagyon komoly dolog, hogy a léleknek a legnagyobb tudósai egész korszakot szenteltek neki, és ez egyrészt utal arra, hogy viszonylag sokáig tart, legalábbis az idegrendszerünkhöz képest mindenképpen tovább, mint kívánatos. Másrészt pedig, hogy nagyon nagy jelentősége van a gyermekünk fejlődése szempontjából. De mi is ez a fejlődés, és miért kell, hogy ez bekövetkezzék? A test a születéskor születik. A lélek és a személyiség viszont a dac folyamán születik meg. Tehát így már azért látjuk, hogy ez egy nagyon fontos folyamat, és örülnünk el neki, hogy elérkezett, még akkor is, ha néha nehéz. De az én, az már mivel egy fejlődési szakasz megelőzi korábban a járás, a fogalmi gondolkodás, a beszédfejlődés, tehát ezek mind-mind egymásra épülő következő lépcsőfokok, és egyszer csak el fogunk oda érkezni, hogy a gyermekünk kimondja, hogy én. Mint ez elhangzott, biztosak lehetünk abban, hogy a dac korszak elkezdődött. Lehet, hogy megelőzően is lehetnek kétségeink, elgondolásaink, de innentől kezdve biztos. A másik fontos szavunk a dac korszakban a nem. A nemmel pedig a végre megtalált ént, én vagyok én, a többiek meg különállóak tőlem, vagyok én és vagyok, vannak a külvilágban lévő dolgok, és van anya, és van a családom, de hogy az én határaim kijelöljem, és azokat folyamatosan meg tudjam tartani, erre fontos a nem. Mind a kettő kemény dolog. Az én elsősorban az autonómiára vágyik, nem a függetlenségre, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt leszögezzük. Nem arra vágynak a gyerekek, hogy anyától eltávolodjanak, vagy hogy szétroncsolják ezt az érzelmi kapcsolatot. Arra majd szerdőkorban fognak vágyni, de itt még nem. Tehát nagyon fontos, hogy az anya érzelmileg elérhető maradjon, még akkor is, hogyha minden jel arra mutat, hogy a gyerkőznek nincsen rá szüksége, csak arra van szüksége, hogy feltrengjen a bevásárlóközpont közepén. Rá fog jönni arra, hogy a saját dolgaiban még sajnos nem lehet minden esetben kompetens, mert picike még. Tehát szüksége van a felnőttek segítségére, ezért érzelmileg újra fog közeledni majd, és az nagyon fontos, hogy ilyenkor az édesanyja legyen elérhető. Tehát, mikor tudunk megbocsájtani a gyerekünknek bármit is tett, hát, ahogy nézzük, ahogy alszik. Tehát ezt a természet annyira jól kitalálta, hogy bármit is csináltak, és bármikor a cirkuszt is csapnak, és bármilyen pillanatban gondoljuk is azt, hogy agyon tudnánk csapni, az elmúlik. Tehát valahogy így az anyai szív arra van kitalálva, hogy visszarendezze ezt az érzelmi kapcsolatot, és ez a gyerkőcünknek nagyon-nagyon fontos. Miért lényeges, hogy ő ilyen stabilan meg tudja védeni az én határait? Ha belegondolunk abba, hogy ez a csöpp kis ember, akinek épp hogy kinőtt a lába a földből, neki feszül egy nála sokkal nagyobb, sokkal erősebb, sokkal nagyobb tudású felnőttnek, akitől ő érzelmileg is, fizikálisan is függő viszonyban van. Tehát ez azért kell érett bátorság az a helyzet, és hogy ez miért lesz fontos, hogyha későbbiekben is megmarad, mert mondjuk a főnöke nem fogja tudni olyan szinten kihasználni, mert ott pontosan ugyanígy meg fogja védeni magát. Miért fontos, hogy tudjon nemet mondani? Mert mondjuk serdülő korában droggal kínálja egy kortársal, és azt fogja tudni neki mondani, hogy nem, én nem kérem. Tehát az, hogy egy tekintély személynek megtanuljon ellent mondani a gyerekünk, az nagyon fontos lesz az ő életében. Tehát a dacnak számtalan olyan pozitív hozadéka van, ami életre szólóan elkíséri. Azt természetesen, hogy megtanítsuk arra, hogy ezeket a nagyon heves érzelmi viharokat hogyan fogja tudni kezelni, az szintén nagyon fontos, és egy életre szóló élmény, illetve egy olyan eszköz, amit nem mindegy, hogy ő hogyan fog tudni használni. Lényeges a mintamutatás is. Mert ha mondjuk, ha apának nem sikerül valami, akkor ő ilyen cifrakáromkodások közepette borzasztóan dühös lesz, akkor ő ezt a mintát mutatja elsősorban a fiú gyerekének. A fiúk mindig az apukájukat utánozzák, a lányok pedig mindig az anyukájukat próbálják. Itt mindig a saját nemű szülő a minta. Tehát amellett, hogy látjuk,
hogy ahhoz, hogy valaki egy határozott személyiségű, nagyon jó én határokat tartó felnőtt tudjon lenni, aki tudja magáról, hogy mit szeretne, ez is nagyon fontos, és aki tud választani, az mind-mind így gyökerezik a dacban. Tehát egy picikét azt kell tudnunk ebben az egészben látni, hogy ez az egész nem pusztán egy szívás, hanem hogy egy olyan forma, amit akkor, amikor benne vagyunk, sokszor nagyon nehéz elviselni. Én abszolút tudok empatizálni a szülőkkel ebben, mert amikor egy nap 48 darab nem hangzik el, a zokni felvételtől elkezdve a miért a zöld pohárban van a kakaón át, ez nyilván nagyon-nagyon nehéz. Érezheti úgy magát az anyuka, hogy ő nem is akar a saját életét, nem is érti, hogy hogy csöppent ebbe az egészbe, hogy hát a főnökével nem volt ilyen kemény csatározásai soha, mint ahogy ez a kis 2 éves itt most kiköveteli, hogy folyamatosan ráfigyeljenek, hogy következetesek legyenek, és hogy nem lehet rés a pajzsom. Na de hogy tudunk segíteni magunknak is, neki is, hogy ezt egy picikét könnyebb legyen túlélnünk? Az első legfontosabb, hogy engedjük választani. Akár azt, hogy melyik zoknit választja ki reggel, mit vegyünk a zöldségesnél, döntsön. Nagyon-nagyon fontos. Érezze azt, hogy az ő szava számít. Ezt most ő mondta meg, és aztán az egész család ahhoz alkalmazkodott. Még akkor is, ha ezek nem nagy dolgok. A pici dolgokban hagyjuk őt dönteni, sokkal jobban elviseli, ha valamilyen nagyobb volumenű dologban viszont azt mondjuk, hogy nem, ezt most a felnőttek fogják eldönteni. A másik ilyen, ami fontos, amellett, hogy alternatívákat kínálunk, hogy felkészítjük minden olyan változásra, ami őt érinti. A játszótéren nem egyszer csak kézen fogjuk, és azt mondjuk, hogy na most a elég megyünk haza, mert akkor biztos, hogy ön nagyon csalódott lesz, nagyon frusztrált lesz, és ebből lesz később egy agressziója és egy regressziója. Tehát az agresszió az világos. A regresszióban viszont vissza fog térni egy korábbi fejlődési fázisra, tehát úgy fog viselkedni, mint egy csecsemő. Nagyjából fekszik a hátán és üvölt. Amikor már ez megtörténik, nem fogunk tudni vele sajnos kontaktusba lépni igazából. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ő érzelmileg olyan szinten belevonódott ebbe a történetbe, hogy meg se hallja, hogy akkor éppen mit mondunk, ott praktikusabb megvárnunk mellette szépen nyugodtan, amíg ez elmúlik. De mindig a megelőzés a legjobb gyógymód. A játszótéren kezdjük el felkészíteni arra, hogy hamarosan haza fogunk indulni. Mindig érdemes felhívni arra a figyelmét, hogy az utolsó csúszás következik a csúszán. Ha viszont ez megtörtént, akkor ne engedjük azt a játszma irányába, hogy de csak még egyet, még egyet, még egyet. Tehát ha azt mondtuk, hogy ez volt az utolsó, akkor nagyon mindenkit arra szeretnék bíztatni, hogy tartsa be, hogy tényleg az az utolsó. Tehát az anyai szónak kell, hogy legyen súlya. Mindig megsajnálják az anyukák a gyerekeket, de ez nem baj, hogy így van. Ők az empátia, ők az érzékenység, ők az érzelmi stabilitás. Az apukák sokkal könnyebben húznak határokat. Néha anyukák kegyetlennek is gondolják őket, mert hogy ők nem annyira azzal törődnek, hogy a gyerek életében érzelmileg ez most ő éppen hogy fogja megélni, úgy van vele, hogy majd túl lesz rajta. Neki az fontos, hogy az, amit ő mondott, ott onnantól kezdve az legyen igazságos. Ha azt mondta, hogy utolsó, akkor utolsó. Hogyha már megtanítottuk választani, megpróbáltuk felkészíteni, a másik ilyenünk, amit meg tudunk vele tenni, hogy megpróbáljuk kihozni abból a helyzetből, amiben látjuk, hogy ő frusztrálódik. Például nem szeretne cipőt fölvenni, de el kellene indulnunk. Lehet, hogy több időt nyerünk akkor, ha azt mondjuk, látom, ez most így nem fog menni, próbáljunk meg addig olvasni egy mesét. És hozzunk valami rövid, 2-3 perc alatt elolvasható történetet, amit ő szeret, üljünk le mellé, ez fontos, tehát ne ilyen, gyerekek is lenti távolságban próbáljunk kapcsolódni hozzá, vegyük fel vele a szemkontaktust, ez is mindig nagyon fontos, hogy egy picikét a mesére figyeljen, és lehet, hogy mire befejezzük, utána szépen ügyesen fel is tudja venni, és nem indul el ez a verkli. Onnan már sokkal nehezebb visszahoznunk. A dacban a nem és az én a másik olyan, ami újdonságként jelentkezik a gyerekünk életében is,
hogy ezt megelőzően az anya mindig támogatta az ő törekvéseit. Tehát amikor fogni tanult, egyre több, egyre újabb, különlegesebb játékokat tanult. Mindenki megtapsolta, hogy sikerült átfordulnia. Tehát eddig mindig olyan fejlődési lépcsőket produkált, amivel óriási sikere volt, elismerést kapott és támogatást kapott. És ehhez képest ő elérkezik arra a pontra, hogy szeretne önállósodni, és nem támogatást kap, hanem folyamatos korlátokat kap. De hogy egy ilyen kis csöpgyerkőc olyan, mint egy vulkán gyűjtögeti az érzéseit egy darabig, de többnyire nem tud még vele mit kezdeni, és az kitör és jön. Tehát nem az fog megváltozni az ő életükben, hogy többet nem éri frusztráció. Az fog megváltozni, hogy megtanulja ezt az érzéscsomagot kezelni magában. Ebben tudjuk segíteni, ha miután megtörtént a randalír, átbeszéljük, az mindig egy segítség tud lenni, hogy hát igen, ez most így alakult, de jobb lett volna így. Mindig hívjunk segítségül mesét, akár plüssállatok eljátszhatják, hogy az anyuka maci megbeszéli a pici macival, de a pici maci nem akar cipőt venni. Próbáljuk meg az életükbe ezt újra behozni, egy picit tudjanak vele feszültséget oldani, és mi egy picit tudjunk mintát mutatni azzal, hogy a pici maci végül mégiscsak felveszi a cipőjét. Minél stabilabb, minél mélyebb az anya-gyerek kapcsolat, annál inkább szeretne megfelelni, és annál nagyobb esélyünk van arra, hogy elfogadja a szabályainkat. A dacnak nem megoldása az agresszió. Ne próbáljuk meg csírájában erőszakkal elfojtani. Semmiképpen ne üssük meg. Mindig nagyon fontos, hogy beszélni próbáljunk vele. Ne őt magát minősítsük, hanem azt, ahogyan viselkedik. Soha nem mondjuk neki azt, hogy rossz vagy. Ha így viselkedsz, nem foglak szeretni. Ezek nagyon-nagyon súlyos mondatok. Gyakorlatilag visszhangozni fog a lelkében felnőtt korában is. Nem szeretem, ha így viselkedsz. Ez igen, ez egy felvállalható szülői mondat. Nem lehet mindig hidegvérűen és érzelmek nélkül meghozni ezeket a döntéseket, hogy mikor mit tegyünk. Biztos, hogy lesz olyan, amikor elszakad a cérna. Ez tény. Be kell, azt gondolom, vállaljunk, emberek vagyunk, senki sem tökéletes, nem lehet mindig ugyanúgy viselkedni. Minél inkább egy biztonsági környezetet tudunk a gyerekünknek biztosítani. Közel azonos a napirend. Van egy kiegyensúlyozott szülők közötti viszony. Nagyon fontos a DAC szempontjából. Ha mindig kiszámítható, hogy az adott cselekvésének mi lesz a következménye, tehát nem vagyunk adhok az alapján eldönteni, hogy ezért mondjuk most büntetés jár, de ma meg jobb napom van, ma meg elnézem. Hát azok a dolgok, amik nem szabad kategóriába kerülnek, azok mindig is maradjanak ott. Ne engedjük, hogy ebből egy ilyen nagyobb mértékű alkudozás kialakuljon. Ha úgy érezzük, hogy ebben gyengébbek vagyunk, akkor ne mondjunk ki mondatokat, hogy ha azt most onnan levered, egy hétig nincs mese. Ha mondjuk már este tudjuk, hogy meg fogjuk sajálni és mesélni fogunk neki, akkor ezzel az egész tekintélyünket aláástuk gyakorlatilag. Tekintényt nem jó erőszakkal szerezni. Egyrészt azok a szabályok, amik megfélemlítésen alapulnak, csak addig követendőek, amíg a tekintély személy jelen van. Tehát abban is biztosak akarunk lenni, hogyha van 2 olyan perc, amikor nem figyelünk oda, hogy akkor is betartja azt, amit megbeszéltünk, ahhoz nagyon következetesnek kell lennünk, és meg kell próbálnunk őt meggyőzni. Ne egyszerűen csak annyit mondjuk, hogy nem, nem szabad. Próbáljuk meg elmagyarázni, hogy mi motivál minket. Lehet, hogy az, hogy őt meg szeretnénk védeni, mert mondjuk látjuk, ha az adott dologra felmászik, akkor onnan le fog esni, vagy mondjuk az nagyon inog, és el fog dőlni. Mondjuk el neki, hogy miért korlátozzuk, mert ő csak annyit él meg az egészből, hogy valamit már megint nem szabad. Hát mindenkinek kitartást kívánok ehhez a korszakhoz. Remélem, hogy tudtam egy-két olyan dolgot mondani, ami tud gyakorlatban segítséget nyújtani. Túl leszünk rajta. Minden korszakon ezen.